Azon gondolkodom pár napja, hogy mi volt az első Trabantonnak a rendszáma, még a kétbetű négyszámos verzió volt. Azt is tudom, hogy 27 ezer forintért vettem, de a rendszám az nem ugrik be, nagyon régen volt. ZJ, úgy emlékszem, így kezdődött. Mindegy is, önöket úgysem nagyon érdekli, csak azon csodálkozom, hogy elfelejtettem, ugyanis annyira szerettem azt a kis autót. Borzalmas barna színe volt, minden baja volt, de úgy szerettem, ahogy csak egy Trabit lehet. Azóta volt rengeteg autóm, de ilyen érzelmi kapcsolatom, mármint autóval, csak vele volt. A Trabantról azért nehéz igazán érdekeset mondani, mert a 40 fölöttiek úgyis mindent tudnak róla, a fiatalokat meg úgysem érdekli ez a 26 lóerős kisautó. Vagy mégis? A következő 10 perc főszereplői közül többen jóval azután születtek, hogy 1991-ben legyártották az utolsó Trabantot. Íme a riport főszereplői, akiket csak a Trabantok szeretete köt össze. Itt van mindjárt a versenyző, aki azt mondja, hogy ha nincs Trabant, sosem lett volna 9-szeres magyar bajnok. Ilyen! Meg az Autóklub Trabi szakija, aki maga is megmentett a rohadástól egy pár sárga angyalt. Hogy lehet megduplázni egy Trabant értékét, teletankolod? Meg a fiú, aki ha siet valahová, mindig Trabival megy, mert azzal mondja, jobban halad a városban. Ez az egyik első 601-esek, egyike 52 éves. És a fiatal mérnök, aki szinte minden európai nemzet állampolgárát vitte már Trabanttal a Balaton körül. Volt ilyen hosszú barátnőm, és pont a Trabantok miatt ment gajra a viszonyunk, ugyanis kevés időt tudtam vele foglalkozni, ugye a megnövekedett javítási és karbantartási igények miatt is. De mindezek előtt egy régi reklám, amely a Trabant erényeit próbálja megvilágítani. Trabant, das Auto, der dich irgendwo hinfährt. Das Auto, den du lieben willst, weil es schnell und modern ist. Es kostet nicht viel, ist aber trotzdem geräumig. Trabant und deine Träume werden wahr. Mielőtt elkezdenének gondolkodni azon, hogy vajon milyenek is lehetnek most ezek a csinos hölgyek, elárulom magunkat. Ez a reklám nem 40 éve, hanem 4 napja készült, mégpedig az Alsóörsi strandon. Fenomenális érzés volt vezetni, meg tudnám tanulni, és talán szeretném is. Soha nem ültem még Trabantban, egy élmény volt, bár kicsit szűkös volt a hely, de így is király volt. Amatőr színészeim tehát, akik amúgy mindannyian a balatoni vendéglátásban dolgoznak, jól érezték magukat a Trabantban. Vélhetően jobban, mint az a 3 millió ember, aki annak idején 1957 és 91 között megvehette az NDK iparának ezen csodáját. Veszprémben vagyunk a trabitúra.hu székhelyén, ahol 2 kocsit állított ki a kedvünkért a cégvezető. Amíg ő toladgatott a gépekkel, megérkezett a szomszédos boltba egy úr, aki rácsodálkozott a gépekre. Mondottam, lerohanom, ha kijön a boltból. Jó napot kívánok! Azt mondta itt az előbb, hogy de jó ezt a Trabant hangot hallani. Tudja, emlékek. Ugye, valamikor 2 is nyűjtem, úgyhogy... 2 Trabantja is volt? Hát 2 is volt, ugye. De hát aztán mindegyikkel 6-6 évet elbalagtam. És hát, hogy mondjam, akkor ugye, hogy mondjam, abban az időben nagy szám volt a Trabant. Azt is megtudtam a létrát cipelő férfitől, hogy akkoriban nem is volt olyan egyszerű új Trabihoz jutni. Nekem aránylag szerencsém volt, mert csak egy évet vártam rá, mert és akkor mindjárt befizettem a másodikra is, ugye, mikor megkaptam az elsőt, és akkor mire 6 éves lett, addigra megjött a következő. Az egyik Trabant gazdájával, Dáviddal kimegyünk a Veszprémi vár alá, hogy a kék Trabant zöld környezetben állhasson, meg azért, hogy megkérdezhessem, hogy miért fizetnek az emberek 2018-ban azért, hogy beleülhessenek egy olyan kocsiba, amelyet annak idején egy ország csúfolt szappantartónak meg papírjaguárnak. Ugye nyilván az idősebbek főleg a nosztalgia faktor miatt, hogy újra át akarják élni azt az időszakot, amikor fiatalok voltak, trabantoztak, stb. Hát a fiatalok pedig pont azért, mert még sose utaztak ilyenbe. A magyarokon kívül voltak már belga, olasz és angol vendégeik is. Engem persze az érdekelt a legjobban, hogy mit mondanak a hajdani NDK-sok.
Érdekes módon, amióta én ezzel foglalkozom, még nem voltak NDK-sok, és hát nem voltak németek se, úgymond, úgyhogy ez egy különleges dolog ilyen szempontból. Lehet, hogy az NDK-sok úgy vannak vele, hogy nekik elég volt. Lehet, hogy elég volt az a 30 év így. Később én is kipróbálhattam a trabit, sőt, majdnem el is ütöttem egy ifjú hölgyet, de mielőtt erről mesélnék, ugrás Budapestre, a Magyar Autóklub székházába. A Trabantot tényleg mindenre használták a 70-es, 80-as években, még segélyszolgálati szakgépjárműként is. Aki járt a Balatonra akkoriban, az biztosan látott sárga overállos szerelőket sárga Trabant kombikban. Ezt a darabot Berezai Gáborék restaurálták. Ahogy mondja, a legnehezebb feladatuk az volt, hogy kilakoltassák a kocsi szekrényben lakó néhány száz darazsat. 1973-tól egészen 1991-ig rótták az utakat. Kimutatásaink szerint mintegy 125 darab volt kinn az utakon, ami egy ilyen tisztességes darabszám. A 70-es évek közepén szerelték be a Trabantokba az URH rádiókat, amelyek nagyon jól működtek, sőt, néha túl jól. Erről kollégáim legendákat meséltek, mondták, hogy esős időben a bécsi taxisoknak az adását, forgalmazását is tudták fogni. Tehát egy ilyen járműbe azért a teherbírása révén nem lehetett korlátlan mennyiséget pakolni. A munkatársak a lehető legszükségesebb eszközöket és alkatrészeket vitték magukkal. Kicsit egyszerűbbek voltak persze az autók akkoriban, hogy mennyivel, azt már Bakai Dávid mondja el, vagyis irány vissza az Alsóörsi strandra. Jó hangja van. Ez igaz egyébként, hogy műanyagból van a Trabant? Régen ezt mondták. Gyakorlatilag igen, ez egy úgynevezett duroplaszt nevű anyag, ami egy hőre keményedő műanyag típus, közeli rokona a bakelitnek. És miért ebből készül? Ennek egyszerű és prózai oka van. A háború utáni NDK-ban nem volt elég acél, és ezért valamivel helyettesíteni kellett úgymond a karosszéri elemeket. Kíváncsi voltam, hogy miket gyártanak még duroplasztból, beírtam hát a Google-ba a nevet. Az első, amit kiadott, az a WC ülőke volt. Ez a duroplaszt rejti tehát a motort, benne a benzintankkal. Hogy miért került ide, az a válasz, hogy így meg lehet spórolni egy alkatrészt, a villamos tápszivattyút, ugyanis így a gravitáció hatására folyik le a karburátorhoz az üzemanyag. Biztonság szempontjából, hát én nem tenném rá az életemet, hogy ez így túl jó. Egy biztos, az elektronika nem zavarja össze a sofőrt az üzemanyag mennyiség témakörében. Ki kell nyitni a tankot, itt van oldalt egy nívópálca, amely 24 literig van skálázva. Majd ezt az üzemanyagba mártva leolvashatjuk, hogy 18 liter üzemanyag van jelenleg az autóban körülbelül. Bukkan a bal három, figyeld rá, ez nyit! Ezt a sárga Trabantot az a kővári Barna vezeti, aki miatt évekig megőrültek a sporták kedvelői. Vagány volt, jól vezetett, ráadásul kiérdemelte a boruló művész nevet is ezért. Ezért szeretünk egy ástrabantot, mert kőkemény 50, azaz 50 lóerőt tud. Irgalmatlanul megy, cserébe rengeteget fogyaszt, és mi nincs rajta? Fék! Barna azután csak beszállt végre a kocsiba, és megmutatta, milyen is a versenytrabant. Akik Forma 1-hez szoktak, azok azért ne keressenek sok hasonlóságot. Kormány holtjáték tradicionális Trabant, itt egy kis műanyag persejben fordul, tulajdonképpen ezzel irányítjuk az életünket. Gázpedál, fék, kuplung értelemszerűen. Egyébként a műszerfala az hajaz a széria autóra, kivéve, hogy ide van fölhozva a biztosíték tábla. Plusz egy kis lámpa, meg egy műanyag kalapács, amellyel kiverhetik bukás után az ablaküveget, hogy kimásszanak. Nagyjából ennyi. Barna ezután, bár úgy volt, hogy nem teszi, csak kivitte a fészerből a kölcsöntrabit, hogy azután a szívbajt hozza rám. Én állok az út mentén kezemben a kamerával, ő meg rohan felé. Nem tudom, hogy így mennyire tűnt veszélyesnek, nekem minden esetre utána kellett pár perc, hogy visszaálljon a vérnyomásom, és kikérdezhessen Barnát arról, hogy hogyan lett Trabantral is. Gördeszka, BMX, Simpson, kórház, sok idő kórház, és utána Trabant hikomat. Állj, szerelem!
Rengeteg autót törtünk össze, de mi magunk kiavítottuk, lefényeztük, kilakatoltuk, és mentünk másnap újra összetörni. Ezért kapta Barna a boruló művész nevet, amire máig büszke. Amúgy már nem versenyez, a 9. bajnoki címe után visszavonult, de megmaradt a sportágnál, autós műsorok vezetőjeként és riportereként dolgozik. És én is beballagok a helyemre. A profi után pedig egy igazi amatőr. Kipróbáltam én is a trabit. Kiszámoltam, 22 éve nem vezettem trabantot, most már... Épp ide, itt az ideje akkor. Nehéz lesz? Igazság szerint nem. A trabantozás tényleg olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. Én tudod, mi az érdekes, hogy benne volt az érzés 20 év után a kezemben. Jelenkori trabantos pályafutásom második percében ennek ellenére némi veszélybe kerültem. Hát ugye nem fogunk most fölfele menni. Ez a menyecske, ez nem tudja, hogy én nem tudok megállni. Igen. Szerencsésen megúsztuk az első trabantkör. Az a helyzet, hogy bent a városban nem is volt olyan rossz közlekedni vele. Saludi Mátyás, Trabant 601 Univerzál, 1978. Ackermann Balázs. Margai Hárik, Trabant 601, 1989. A fiúk amúgy ismerik egymást, mindhármuktól azt kérdeztem, hogy így 2018-ban miért kell ilyen műanyag dobozokkal járni. Ez szerelem, és valahol lázadás. Olyas valamivel járni, amit mások lenéznek. Részemről pedig egy óvodáskori álom volt, ami valóra vált a jogosítvány megszerzésével. Gyerekkoromban trabantunk volt, és szerettem volna is, majd ha miután felnőttem egy trabantot, ezért most ennek eljött az ideje. A három fiú közül a trabantosok között Balázs a legismertebb. Itt éppen két keréken megy az egyik trabantjával, azt mondja, hogy még sosem borult fel. Tulajdonképpen én nem járok modern autóval, úgyhogy egy napi használatú Opel autón van, ami gyakorlatilag 61 éves idén. Hát az is egy különleges történet, de a Trabant az megmaradt napi használatban mellette, tehát új autót nem használok, mai autót nem használok. Fehér kormány, fehér műszerfal, eredeti Berlin rádiót, no meg a dermesztő sebesség. Imádtam egyszerűen a két üteműnek a szagát, meg az autónak a kis aranyos arcát, hogy kinéz szemből, és hát valamikor akkor határoztam én el, hogy ha majd nagy fiú leszek, akkor bizony én venni fogok egy Trabantot. Hát így is sikerült, nem egyet, hanem többet is azóta, de van. Úgyhogy érdemes az óvodáskori álmokat megtartani és tenni értük. A fiú nem is tagadja, hogy a kombit nem csak utazásra, hanem menedéknek is használja. Ahogy fogalmaz, nem is tudja megmondani, hány éjszakát töltött már benne. Megkérem, hogy ugyan mutassa már meg, hogyan lehet fekve elférni egy trabiban. Így. De persze, hogyha az ember nem aludna el olyan könnyen, mindig van nálam egy kis újság, természetesen friss. Pontos adataim sajnos nincsenek, de szinte biztos vagyok benne, hogy az én generációmból legalább minden harmadik férfinek volt legalább egy trabantja. Nekem is. Egyébként az az autó 16 éves volt, amikor vettem, és körülbelül ugye olyan 2 évig nyüstölhettem, amikor egy nehéz éjszakán, mit tagadjam, elkártyáztam. Ami érdekes volt a dologban, a szüleim kimondottan örültek ennek, ahogy fogalmaztak, végre ez az NDK tragacs eltűnt a portáról. Ez is jelzi azt, hogy bár most már megint legendás autó a Trabant, de a maga idejében nem igazán volt respektje. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Kicsit honvágyam lett, úgy vezetnék Trabantot, nagyon régen nem vezettem már. Amúgy Zoli filmje kíváncsivá tett, és megnéztem a használt autós portát. Mennyi most egy Trabant? Nagyon durva árak vannak. Van Trabant, természetesen első tulajdonostól, hölgy tulajdonostól, orvosházaspártól 2.200.000 forintért, tehát 2.200.000, de használható Trabant úgy 400.000 forintnál kezdődik, és van pár 10.000-ért is, de az olyan állapotban is van, gyakorlatilag használhatatlan, felújíthatatlan.